Na azt ismered, hogy kérdezi az egyszeri szerzetes az mestert. Mondd, mire érdemes figyelnem az úton, amire indulok. Miben áll a nagy titok? Így válaszol az mester. Ha megjegyezned, csak egyet kell. A vándorbototra ezt vésd fel. Soha ne vitatkozz hülyékkel. Felkiált az egyszeri szerzetes, visszhangzanak a szent hegyek. Ennyi az egész? Na hát ezzel sokra én nem megyek. Mire elmosolyodik az mester, szemét lehunja boldogan. És búcsúzó csak ennyit mond, igazad van, fiam. Ne vitatkozzál hülyékkel, főleg nálad hülyébbel. Hülye, aki mondja, de van hülyébb, és annál is hülye. Ne vitatkozzál hülyékkel, ki hülyén fekszik, az hülyén kell. A hülyék között nincs leghülyébb. Mert mindig van hülyébb. És az megvan, hogy indul a nagy legény. Várja a városi vadregény. Hagyja el a falut, de mielőtt a paput beteszi, az apját kérdezi. Édesapám, Pestre megyek. Várnak a nők is az üveghegyek. Hamulatás közben egyesek kötözködnek, mit tegyek? Mire az apja? Na fiam, a pesti kocsmába. Soha ne te menj le ocsmányba. Ha odaszólnak, te szépen felej, de arra jól figyelj, hogy nem birkózunk takonnyal, mert az közben nyakonnyal. Győzelmet hiába is arasz, attól te még taknyos maradsz. Ne vitatkozzál hülyékkel, főleg nálad hülyébbel. Hülye, aki mondja, de van hülyébb, és annál is hülyébb. Ne vitatkozzál hülyékkel, ki hülyén fekszik, az hülyén kell. Nehogy azt állok végén még.